Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Összefogás a gyermekekért, megújultak a szexárdi általános iskola vizes blokkjai. Biztos jövőkép, magas fizetés, sokan érdeklődnek az agrárképzések iránt. Pályázati lehetőségek, aki hosszú távra tervez, befektet az oktatásba. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szétmarcangolták egy nő lábát Tengericen a szomszédjából átmászó, felügyelet nélkül hagyott kutyák. A támadás maradandó fogyatékosságot okozhat. Az eset még tavaly júniusban történt. A bíróság most hozott ítéletet a kutya tulajdonos ügyében. A Paksi járásbíróság mondta ki a vádlottat gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségében, ezért 1 év 6 hónapra próbára bocsátotta. A bűncselekmény abból adódott, hogy gondatlan volt a vádlott, hiszen tudta azt, hogy a kutyák már korábban is kiszabadultak, és mégsem gondoskodott arról, hogy ennek az okát megszüntesse, és felügyelet nélkül hagyta az ebeket. Ennyitő körülményként értékelt a bíróság a megbánó magatartását, a büntetlen előéletét és a sértett megbocsátását. Összefogás eredményeként újultak meg a vizes blokkok egy szexárdi általános iskolában. A beruházást a szülők kezdeményezték, amihez a város önkormányzata és az iskola fenntartó központ is csatlakozott. A fejlesztéssel több mint 600 diák tud mostantól kulturáltabb körülmények között tanulni. Először mostak kezet a gyerekek a szexárdi Baka István általános iskola felújított vizes blokkjában. Nem csak a csaptelepeket cserélték le itt és a másik emeleten található vizes blokkokban a szakemberek. A járólapok, a csempék, a vízvezetékrendszer, a mosdók és az azok közötti válaszfalak is megújultak. A fejlesztés egy összefogás eredményeként valósulhatott meg, az ehhez szükséges első lépés pedig az idejáró gyerekek szülei tették meg. Minden évben alapítványi bálunk van, és az alapítványi bálnak minden évben célja van. Tehát most úgy döntöttünk akkor, amikor a szülők megkerestek, hogy akkor ennek a bálnak a bevétele, ami azért hát közel 2 millió forint volt, úgy gondoltuk, hogy ez már egy alap lehet egy induláshoz. Emellett még egy sportbált is szerveztek a szülők. A két rendezvény bevételét pedig a szexárdi önkormányzat és a helyi tankerület egészítette ki. Összesen 18 millió forintba került a beruházás. Szexárd polgármester azt mondja, bár az iskolák fenntartója a Klebelsberg központ, a város vezetőinek ennek ellenére fontos, hogyha lehet, segítsék az idejáró gyerekeket. Én azt gondolom, hogy ennek a vizes blokknak a jól működő, és reméljük, hogy hosszú távon jól működő vizes blokk mellett a legfőbb üzenete az, hogy a Szexárdon valamit szeretnénk, egy jó célt meg tudunk fogalmazni, akkor ez a partnereket meg lehet találni, hogyha ez a cél nem tőlünk jön, hanem vagy ez a cél megfogalmazása nem általunk történik, hanem a szülőktől jön, akkor mi ebben partnerek fogunk lenni a jövőben is, és partnerek tudtunk lenni most is. A felújítást a helyi tankerület is tervezte, ám a teljes összeget ők csak később tudták volna előteremteni. Mivel a város is beszállt a költségekbe, a Klebelsberg központnál maradt pénzből más intézményeket is tudtak fejleszteni. Kinizsi utcából a speciális óvodát felköltöztettük a Bezerédi utcába, ahol egy egész épületrészt újítottunk föl, ennél egy kicsit több, magasabb összegből, és ugye ahonnét az óvodások pedig kiköltöztek a Kinizsi utcából, ugye ezt kifestettük, a linoleumot felújítottuk, és kialakítottunk fejlesztő szobákat, illetve vizsgáló helyiséget a szakszolgálat számára. A szexárdi Baka István általános iskola új vizes blokkjait naponta több mint 600 diák használja. Az iskola fejlesztése hamarosan folytatódik, akkor a fűtési rendszer cserélik újra a szakemberek. Biztos jövőképpel, azonnali állással, 450 ezer forintos fizetéssel csábítják a cégek a fiatalokat a mezőgazdasági szakmák felé. A szexárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskolában tartott agrárképzések napján 15 Tolna megyei általános iskola növendékei érkeztek, hogy megismerjék az iskola képzési palettáját és egy kicsit belekóstoljanak a szakmák világába. Gyúrják, nyújtják, formázzák a tésztát a pékszakma iránt érdeklődő diákok a szexádi Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnáziumban és szakközépiskolában.
az agrárképzés napjára közel 15 Tolna megyei általános iskolába érkeztek gyerekek. A diákok nem csak a különböző szakmákkal, hanem az őshonos állatokkal, a képzés menetével is megismerkedhettek. Továbbá betekinthettek a tangazdaságba és a tankonyhába. Morvai Zsóka a Mórágyi általános iskolából érkezett, és noha még csak 12 éves, már most tájékozódik a továbbtanulási lehetőségekről. Azt mondja, a csapóban felelhető szakmák közül egy érdekli igazán. Inkább a pékcukrász, mert szeretek sütni, és akkor így inkább az. A 18 éves Bácsik Ádám mezőgazdasági technikusi képzést választott az érettségi után. Azt mondja, nem a cégek által nyújtott juttatások vonzák a mezőgazdasági pályára, hanem az, hogy érdekli a növénytermesztés, és családi gazdaságukban szeretné majd hasznosítani az itt megszerzett tudását. Javarészt gyümölcstermesztéssel foglalkozunk, de persze szántóföldi növénytermesztéssel is kisebb mértékben. Így hát úgy láttam helyes döntésnek, hogy ide jövök, és majd az otthoni gazdálkodást így folytatom ezzel a végzettséggel. Jelenleg 380 diák jár a Csapó Dániel szakgimnáziumba és szakközépiskolába. További 200-300 felnőtt képezi itt tovább magát. A mezőgazdasági területen, mezőgazdasági ágazatban a mezőgazdasági szakgimnázium, illetve a rendészeti szakgimnáziumi osztályok azok, amik nagyon népszerűek, és emellett pedig ugye a három éves szakközépiskolai képzések közül a pék, a pékcukrász, húsipari termékgyártó, valamint a gazda, és hát a tejipari szakmunkás képzéssel várjuk az ide látogató, illetve érdeklődő diákokat. A szakmai napon különböző mezőgazdasági cégek is bemutatkoztak. Előadásukban kifejtették, hogy mindenféle eszközbe vetnek, hogy magukhoz csábítsák a jövő generációját. Például bruttó 300 vagy éppen 450 ezer forintos fizetést, biztos jövőképet kínálnak. 267 millió forintos topforrásból épül ipari park Bátaszéken. A tervek alapján már 2019-ben birtokukba vehetik a cégek, így a hamarosan megépülő agrárlogisztikai központtal együtt több mint 50 új munkahely jöhet létre a településen. A térségi településfejlesztési operatív programban összesen 28 milliárd forint támogatás érkezik a megyébe, ebből 25,5 milliárd forintot már megnyertek, 146 projekt kapott zöld utat. Markológépek, geodéták, építőipari munkások lepték el a Bonyhádi úton található iparterületet Bátaszéken. Megkezdődött az ipari park kialakítása, amire régóta várnak már a helyiek. 4-5 vállalkozás tud majd itt megtelepülni, hozzájárulva Bátaszék fejlődéséhez. A projekt gyakorlatilag egy 6 hektáros terület alapinfrastruktúrával történő ellátásáról szól. Ez azt jelenti, hogy ezen a 6 hektáros területen víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetési rendszerek fognak megépülni, kiépül ennek a 6 hektáros területnek a gáz, illetve villamosenergia ellátása az előzetes igények és becslések figyelembevételével. A projektnek, mint ahogy a többi TOB beruházásnak is, az a célja, hogy a térség, a régió fejlődjön, és új vállalkozások létesüljenek, új munkahelyek jöjjenek létre. A tervek alapján már 2019-ben birtokukba vehetik a bátaszéki ipari parkot a vállalkozások, így a hamarosan megépülő agrárlogisztikai központtal együtt több mint 50 új munkahely jöhet létre a településen. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondta, minden nehézség építőipari anyagárak emelkedése miatt álló vagy akadozó beruházások ellenére a településfejlesztési operatív program halad. Úgy gondoljuk, hogy tartjuk a határidőt, erőlködünk, sietünk és bízunk abba, hogy a megyei értékeket ezzel is tudjuk növelni, hiszen nagyon fontos a megyének az, hogy munkaerő szempontjából, foglalkoztatás szempontjából, gazdasági fejlődés szempontjából ezek a projektek megkapják a zöld lámpát. A Tolna megyére eső 28 milliárd forintnyi topforrásból 25,5 milliárd forint támogatást nyertek el a települések különböző fejlesztésekre. 146 projekt kapott zöld utat, köztük a bátaszéki.
Aki hosszú távra tervez, az fektet be az oktatásba, hangzott el azon a rendezvényen, melyet a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezett kis- és középvállalkozások számára. A résztvevők képet kaphattak azokról a pályázati forrásokról, melyek segítségével megszervezhetik képzéseiket. A rendezvény iránt kiemelkedően nagy volt az érdeklődés. Szinte zsúfolásig megtelt a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara előadóterme, annyi vállalkozás és pályázatíró érdeklődött a versenyképes munkaerőképzését támogató pályázati rendszer után. Jelenleg cégnagyságtól függően három forrásban nyerhetnek a vállalkozások forrásokat dolgozói képzésére és ezzel versenyképességük fenntartására. Egy KKV akár 30, egy nagyvállalat akár 600 millió forint vissza nem térítő támogatáshoz juthat a pályázat segítségével. Ezeknek a vállalkozásoknak elsősorban azt kell belátni, hogy az ő vállalkozásuknak a versenyképessége alapvetően azon múlik, hogy a cégükben dolgozó emberek versenyképes tudással rendelkeznek-e. Rendelkeznek-e azokkal a kompetenciákkal, azokkal a tudásokkal, azzal a felkészültséggel, hogy a vállalkozás versenyképes tud lenni a globális térben, a piacon. Janovics László azt mondja, azok, akik csak a profit megszerzésére törekednek és nem gondolkodnak hosszú távon, azoknak nem éri meg az a befektetés, ami a dolgozók képzésében rejlik. A hosszú és rövid távú gondolkodás közötti különbséget jól tükrözi az, hogy egy vállalkozás mennyire figyel a dolgozói képzésére, mert az ebben eredő haszon csak hosszú távon jelentkezik. Ezeket a cégeket, ezeknek az amerikai, meg német, meg angol tulajdonosai nem fognak belefektetni, mert a tudásba, a gyerekbe való befektetés, ez egy hosszú távú befektetés. Tehát itt ez csak azoknak éri meg, akik hosszú távra terveznek. Tolna megyében sikeresnek mondhatóak a vállalkozások ebben a pályázati rendszerben. Egyelőre úgy néz ki, hogy az eddig megpályázott és sikeresen elbírált pályázatok száma 16 fő a KKV körében, illetve 16 vállalkozásról beszélünk, illetve két nagy vállalatunk van, akik sikeresen már megnyerték ezt a pályázatot. A kamara arra számít, hogy december közepén esedékes zárónapig további Tolna megyei pályázatok szerepelnek majd sikeresen, és termelődik meg ezzel az innováció lehetősége számukra. Tavaly megtörtént a Dunakömlődi köztemető teljes körű épület rekonstrukciója. Idén a főbejárat és a ravatalozó közötti betonút új térkőburkolatot kap, és a ravatalozó csapadékvíz bekötése és kivezetése is megtörténik. Ez közel 14 millió forintjába kerül a paksi önkormányzatnak. Itt ez a kettő ereszt, ugye, legyen rá. Igen. Folyik a megbeszélés a munkaterület átadása közben a kivitelező és az önkormányzat munkatársai között, ugyanis a Dunakömlődi köztemetőben újabb fejlesztések várhatók. Tavaly megújult a ravatalozó, kút került megépítésre, illetve urnafal. Emellett térkőt raktak le, és néhány pad is kihelyezésre került. Idén folytatódik a csapadékvíz csatorna építése, és térkő kerül a bejárati útra is. A Dunakömlődi köztemetőben a ravatalozó mellől a vízelvezetés kerül kivitelezésre, illetve a bejárat és a ravatalozó közötti út kerül felújításra. A héten megkezdődött a tereprendezés a területen a rövid határidős feladatra. A kivitelező a halottak napja előtt szeretné befejezni a munkálatokat, hogy minden szentek alkalmával szép, rendezett és tiszta körülmény várja a látogatókat. Paksváros önkormányzata teljes egészében saját költségvetéséből biztosítja a forrást a fejlesztésre, mely közel bruttó 14 millió forintot tesz ki. A régió híreivel folytatjuk híradónkat. Hétmillióból új altatógép, gyorsabb és kényelmesebb ellátás a gyermekklinikán. Bokréta ünnep, szerkezetkész a Somogy megyei főügyészség új épülete.
Új altatógép került a Pécsi Gyermekklinika onkológiai osztályára. A műszert 7 millió forintért vásárolta két alapítvány. Az eszköz lehetővé teszi, hogy a gyerekek minél előbb hozzájussanak olyan kisebb vizsgálatokhoz, melyekhez szükséges az altatás. Eddig ugyanis az udvaron keresztül vezetett az út a sebészeti tömbbe, mostantól azonban a kisbetegek saját ágyukban ébredhetnek. Ez az az új altatógép, melyet szerdán adtak át a Pécsi Gyermekklinikán. A műszert 7 millió forintért vásárolta meg két szervezet, az Együtt a daganatos gyermekekért, valamint a Pécsi Euraquilo Alapítvány. Erre a berendezésre nagy szükség volt a kórházban, ugyanis évente 30-40 új beteg érkezik Baranya mellett Somogy, Tolna és Zala megyéből, hangzott el az átadó ünnepségen. Rossz indulatú daganatos vagy leukémiás gyerekek kezelése során van számos olyan alkalom, amikor kisebb beavatkozásokat kell végezni rövid altatásban. Erre eddig a onkológia épületéből az udvaron keresztül kellett, hogy átjöjjenek a gyerekek. Mostantól azonban az onkológiai osztályon helyben végezhetnek el ilyen kisebb vizsgálatokat. Az eseményen elhangzott, a 19 éve tartó kapcsolat ideje alatt a Pécsi Intézetnek korábban két másik műszert is adományozott az Együtt a daganatos gyerekekért alapítvány, így ez már a harmadik ilyen alkalom. Most pedig az utolsó megbeszélésünkön került szóba, hogy szükség lenne erre az altatógépre. Nagyon fontosnak tartjuk a gyerekek életminőségét. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb ebbe a nagyon súlyos betegség, vagy a legkomfortosabb körülmények között legyenek. Bár ilyen eszköz több is van az országban, a Pécsi mégis egyedülálló, hiszen a műszer a kórtermek mellett egy kezelőben kapott helyet. Így a gyerekek saját ágyukban ébredhetnek, és gyorsabban hozzájutnak a szükséges vizsgálatokhoz. Bokréta ünnepet tartott a Kaposváron. Szerkezetkész a Somogy megyei főügyészség új épülete. A közel 3 milliárd forintos beruházásra nagy szükség van, ugyanis most több helyszínen folyik az ügyintézés. Ez az új kaposvári főügyészség épületének legmagasabb pontja. A tavaly ősszel indult építkezés fontos állomáshoz érkezett. A régi épületeket elbontották, állnak a falak, szerkezetkész állapotban van az ingatlan. Körülbelül 500 tonna betonacélt és körülbelül 3000 köbméter beton bedolgoztunk az épületbe. Az új épületkomplexum mintegy 2020 négyzetméter bruttó alapterületen valósul meg. A gróf Aponyi Albert utcai létesítményt 1880-ban építették, kezdetben a Baross laktanya csapatkórházaként üzemelt. Később a megyei kórház bőrgyógyászata működött itt, több évig üresen állt. Kaposváron eddig szétszórva működött minden ügyészségi egység. Építkezés legfőbb ügyészség beruházása, de azt kell mondanom, hogy a polgármester úr nem tekinti ezt mostoha gyerekének. Köszönöm azt a segítséget, támogatást magunk és az építők nevében is, amit eddig az eltelt közel fél év alatt nyújtottak. Az ügyészség nem csak intézményi voltában segít a rend megteremtésében, hanem a városrész megújulását is magával hozza. Ezt hangsúlyozta beszédében Széta Károly. A polgármester felhívta a figyelmet a város más területein folyó fejlesztésekre is. Nagyon szépen köszönöm főügyész úrnak azt, hogy volt bátorságuk belefogni ebbe a beruházásba. Köszönöm legfőbb ügyész úrnak azt, hogy rárakta az íra a pontot és biztosította azt a nem kevés pénzt, amely ehhez a beruházáshoz szükséges. A közel 3 milliárd forintos beruházás várhatóan jövő év elején befejeződik, és ugyanebben az időpontban az e-ügyintézést is bevezetik. 5000 négyzetméteren újult meg a Pécsi Készenléti Rendőrség telephelye. A beruházás 5,7 milliárd forintból valósult meg. Ennek keretében 78 szoba, mosókonyhák, irodai helységek, edzőterem és fegyverszoba is létesült. Az objektum átadó ünnepségen elhangzott, a Pécsi Határvadász osztály megduplázta létszámát, így ma már 309 fővel működik. Kétágyas szobák, irodai helységek és még mosókonyha is épült a Pécsi Készenléti Rendőrség telephelyén. Az 5,7 milliárd forintos keretösszegből megvalósított beruházásban új épület építése és a régi ingatlan felújítása is megtörtént. Többek között egy 100 négyzetméteres edzőterem létesült, és a meglévő négy mellé három új fegyverszobát is építettek, hangzott el az objektum ünnepélyes átadóján. Kettő fő állományban lévő rendőr részére kétágyas rendszerű szobákkal,
és lakhatásbiztosító helységek egy fő állományban lévő rendőr és egy fő hozzátartozó részére két ágyas rendszerű szobákkal. A 3000 fős létszámbővítéssel kapcsolatban folyamatban lévő építési beruházásokkal belügyminiszter úr két fős elhelyezési körletek kialakítását határozta meg, kivéve, ha az építkezés nem új épület felépítésével, hanem a már meglévő felújításával, átépítésével valósul meg. A magyar kormány 2016-ban döntött arról, hogy 3000 fővel emeli a magyar rendőrség és ezen belül a határvadászok létszámát. Az eseményen elhangzott, a többi közt a pécsi osztály is rendkívüli bővülésen esett át, addigi létszámát megduplázva most 309 fővel működik. Az új objektum lehetőséget ad arra, hogy akár az ország más részeiről érkező határvadászok is kultúrált körülmények között állomásozhassanak a Baranyai megyeszékhelyen rövidebb és hosszabb távon egyaránt. Hétvégén megkezdődött a vörös rókák veszettség elleni vakcinázása. Ezzel egy időben ebzállat és legeltetési tilalom is életbe lépett. A kutyák számára az oltás minden évben kötelező, a macskáknak pedig ajánlott. Vizsgálat az oltás előtt a rendelőben. Csip ellenőrzés, némi adminisztráció, majd jöhet az oltás. Ez a folyamat, amit minden évben meg kell tenniük a kutyatartóknak a veszettség megelőzésére, annak érdekében, hogy kedvenceiket biztonságba tudják a veszedelmes kór ellen. Harapással, marással terjed, ugye a nyála egy közvetítő anyag, ez egy neurogén vírus, tehát az idegek mentén terjed, és a központi idegrendszert megtámadva, utána pedig hát egy rettenetes halála vége. Magyarországon szerencsére csak sporadikusan fordul elő veszettség, és a marással kapcsolatos eljárásrend pedig nagyon szigorú. Ha valakit például egy kutya megharap, az ebre két hetes megfigyelés vár, amely idő alatt vizsgálják, hogy a kutyán megjelennek-e a veszettség tünetei. Ha igen, megkezdődik a megharapott személy oltása, a kutya tulajdonosa pedig vaskos büntetésre is számíthat. Szerencsére hazánkban évről évre kevesebb a veszettséggel fertőzött egyedek száma. Ugyanakkor, teszi hozzá Kádár doktor, fontos a megelőzés. Ez egy olyan súlyos zoonózis, és annyira lappangva megjelenhet akár egyéb vadon élő emlősnél, akár mókusoknál, sünöknél, hogy a környezetünkben élő házi kedvenceinknek a veszettség elleni immunizálása az fontos. A kutyák oltása az kötelező, egy széles spektrumú féreghajtással együtt, a macskák oltása pedig javasolt, főleg a kijáró macskáknál. Tehát én is a rendelőmbe minden egyes macskatartónak felhívom a figyelmét, és javasolom a veszettség elleni oltását a macskájának is. A rókák veszettség elleni vakcinázása október közepéig tart. Műsorunk végén tekintsék meg még egyszer a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Összefogás a gyermekekért, megújultak a szekszárdi általános iskola vizes blokkjai. Biztos jövőkép, magas fizetés, sokan érdeklődnek az agrárképzések iránt. Pályázati lehetőségek, aki hosszú távra tervez, befektet az oktatásba. Derült időre készülhetünk csapadék nélkül, délkeletire fordul a légmozgás, több fokkal emelkedik a hőmérséklet, éjszaka is derült lesz az ég, tovább enyhül a hajnal. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!